Az özönvízszerű esőzés nyomán május 6-án a Tolcsva patak szinten minden útjába kerülő akadályt átlépett. Sok helyütt új utat találva magának településenként több 10 millió forintos kárt okozott. Összességében ez meghaladhatja a 100 millió forintot is az öt település tekintetében. Éppen ezért a polgármesterek segítséget kértek. Pontosabban arra kérték fel az illetékeseket, hogy a sárospataki kistérséghez tartozó területet nyilvánítsák katasztrófa sújtotta területnek. Erre azonban a jogszabályi keretek miatt nincs lehetőség, tájékoztatta a jelenlévőket dr. Pataki István szakállamtitkár. Kormány, a minisztériumunk, a létező magyar jogszabályok szerint a legjobb szándékával rövid úton a károkat rendezni kívánja. A károknál elsősorban arról kell beszélni, ami a köztulajdonba keletkezett kár, az önkormányzat tulajdonába keletkezett kár, és a védekezésre fordított összegek megtérítése arra a védekezésre, amivel a falut, a települést védték az önkormányzatok. Azért ez nem jelentéktelen dolog. A polgármesterek elmondták, ahhoz, hogy a Viszmajorból támogatást kapjanak, az ehhez szükséges adatlap kitöltése néha nehezebbnek tűnik, mint maga a kárelhárítás. Emellett arról is szóltak, hogy az előzetes kárfelméréshez nincsenek biztos szempontjaik, így tartanak attól is, hogy alá vagy fölé becsülik a károkat, amelynek később következményei lehetnek. De a vendégektől kérték azt is, hogy a jelenlegi 60-70%-os támogatási mértéket emeljék meg 90-100%-ra, mert az érintett önkormányzatok jelentős anyagi gondokkal küzdenek. Szó volt arról is, hogy előleget is kérhetnek a települések. A Viszmajorról szóló kormányrendelet pontosan és korrektül szabályozza az adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket elektronikus úton, illetve faxon kell megoldaniuk, hiszen ezt követően a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szintén elvégzi az ellenőrzését, és ugyanezen az elektronikus rendszeren és faxon a minisztérium irányába elküldi. Itt az lehet a gond, hogy a védekezéssel egy időben kell adatokat szolgáltatni, amelyek valóban jelentettek gondot. A kezdeti elektronikus adatszolgáltatási problémákat ezt sikerült áthidalni. Rendkívül pozitív hozzáállást tapasztaltunk a minisztérium és a katasztrófavédelem részéről, de a jogszabályokon ők sem tudnak változtatni. Azért próbáltuk felhívni a figyelmet arra, tehát itt látszik az, hogy eleve a jogszabály sem enged minket katasztrófa sújtott területén minősíteni, pedig ez, ha nem ez, akkor mi legyen katasztrófa. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a jogszabályoknak is változni kell, illetve az a rendkívül bonyolult és nehézkes adminisztrációs rendszer, ami jelen pillanatban akár a kárbejelentést, akár az összegek lehívásához nyújtana segítséget, ezen módosítani kell és ezen változtatni kell. Ezen a megbeszélésen arról is szó volt, hogy csak a kötelező feladatot ellátó önkormányzati tulajdonban keletkezett károkat téríti meg a Viszmajor alap.